Javíts egy jegyet, sikeres pályázat eredménye, agrárkamarai választás, ebösszeírás. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. május 26-án 18 óra 5 perckor. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 8-osaira egy jutalomút vár. A részletekről Földváriné Simon Ilona igazgató asszonyt kérdeztük. Az iskola 26. tanéve az idei. Rengeteg eredményük volt, de ilyen még nem. Annyira rendkívüli, különleges és szép, hogy még igazgatónő sem akarta elhinni, hogy a Javíts egy jegyet országos pályázaton nyertek. Az e-napló alapján a 8. B-osztály tanulói egy teljes egész jegyet javítottak a 7. évvégi jegyből kiindulva. Pályáztak a 8. B-vel, akik egyébként is egy rendkívül szorgalmas osztály. Így hívták őket Budapestre, ahol a díjat nyert osztályok képviselői, igazgatók, osztályfőnökök voltak jelen, illetve elkísérte őket Szepesi Tibor polgármester, aki a díjat átadta és köszöntötte a gyerekeket és az iskolavezetést. Karcag Városi Önkormányzata nevében is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Először is köszönöm szépen ezt a gyönyörű műsort, amit az előbb is láthattunk itt a színpadon. Köszönöm szépen az alapítványnak, hogy megszervezte ezt az eseményt, megszervezi az egész programot, lebonyolítja a Javíts egy jegyet programot, és köszönöm szépen Miskolcnak is, hogy a Kamasz Fesztiválon befogadja diákokat. Azok, akik itt vannak, azok nagyon jó tanulók, és azt gondolom, hogy azoknak, akik nincsenek itt, azoknak példát mutattak abból, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell tanulni, hogyan kell javítani egy jegyet, és hogyan kell majd közösséget formálni, amikor együtt lesznek az ország több pontjából is ezen a Kamasz Fesztiválon. Én kívánom mindenkinek, hogy találja meg a számítását a nyári programokon, és találja meg a számítását az életben is, és ugyanilyen jól tanulva folytassa majd az életet, folytassa tanulmányait. Gratulálok mindenkinek, és engedjék meg, hogy külön a karcagi diákoknak külön szívből gratuláljak. Köszönöm szépen! Az önkormányzat kamaszbarát önkormányzat, így a díjátadó ünnepségen túl a 8. B-osztályt Tótné Szucsáki Hajnal Ildikó osztályfőnökkel meghívták Miskolcra, május 26-ára, egy 4 napos kamaszfesztiválra, melynek a költségét Karcagváros önkormányzata fogja a diákok számára kifizetni. Reméljük, nem kell 25 évet várni egy újabb ilyen sikerre, és a refisek még több alkalommal elhozzák ezt az elismerést. Gratulálunk az osztálynak és az osztályfőnöknek. Germán János Tamás, a Szent Annai Sámuel Református Középiskola tanára diákjaival egy sikeres pályázatnak köszönhetően felfedezte hazánk 1848-49-es emlékeit. A Rákóczi Szövetség március 15-éhez kapcsolódóan hirdetett meg egy pályázatot, melyen sikeresen vett részt a Szent Annai. Így 50 diákkal végigjárták a 48-49-es eseményekhez kötődő helyszíneket. Egy honismereti kiránduláson vettünk részt, nevezetesen a Rákóczi Szövetség március 15-éhez kapcsolódóan hirdetett meg egy diákutazási pályázatot. Ezen a pályázaton majdnem 50 fős diákkal vettünk részt különböző helyszíneken. Elsősorban a legfontosabb csaták helyszíneit nézték meg. Gondolok itt a dicsőséges tavaszi hadjáratra 1849-ben, nevezetesen először Tápióbiskére látogattunk el, ahol megkoszorúztuk a csata emlékhelyét, illetve a Tápióbiske határában megtekintettük, szintén megkoszorúztuk a honvéd emlékművet. Ezt követően a diákjaimmal mentünk el Isaszegre, ahol megemlékeztünk 1849. április 6-ai csata történetéről. Itt én beszéltem nekik fontos információkat a történelmi eseményekről, ahol szintén megkoszorúztuk a Szoborhegyen található honvéd emlékművet. Ezt követően ellátogattunk a Magyar Nemzeti Múzeumba, ahol szintén 48-49 ez, de más eseményeket is meglátogattunk. A Magyar Nemzeti Múzeumon megtekintettük a 48-49-es kiállítást, megnéztük a Rákóczi Szabadság az eseményeit, a továbbiabban ellátogattunk és megtekintettük a Széchenyi Istvánhoz kötődő, reformhoz kötődő történelmi eseményeket, a trianoni eseményeket, a Rákosi rendszert is megnéztük, illetve ami látványos volt, az a szeúzókincsek megtekintése.
A Szent Anna és diákok szép élményekkel jöttek haza. Még hazafelé a buszon tartottak egy kvízjátékot, amely az adott nap eseményeiről szólt. Aki helyesen válaszolt, jutalmat kapott a tanár úrtól. Így elmondható, hogy a jutalomút jutalommal zárult. Lezajlottak megyénkben is az agrárgazdasági kamarai választások. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezetének tagjai az agrár- és élelmiszergazdaságban tevékenykedők érdekében végzik munkájukat. Fontos feladatunk a jövőben is az agrárszektor erősítése, a hazai termékek versenyképességének javítása. Elhivatottak vagyunk abban, hogy helyreállítsuk az agrárium megbecsülését, a fiatalok számára vonzóvá tegyük azt. Megyénkben megalakult a fiatal gazdák érdekképviselete is, és a generációváltás is elindult. Az AK közel 19 ezer megyei tag érdekeit képviseli a jövőben is, ígérte szavazása leadása után Huba Imre Csaba megyei elnök. A harmadik agrárkamarai választást éljük meg most. Ez azt jelenti, hogy az előző két választás alkalmával azért sokat fejlődött a gazdák, az érdekképviselet, illetve a köztestület irányába elkötelezettsége. Sokat várnak a kamarától, főleg az utóbbi 5-6 évben tapasztalom azt, hogy a pályázatok útján a gazdák sok információt kapnak arra vonatkozóan, kikit mi érdekel jobban, ami érdekli, mert megfelelő fórumokon előadjuk nekik, informáljuk őket, és informálisan megkapják, gyakorlatilag bemutatjuk, tehát lehetőséget biztosítunk a gazdáknak a műszaki fejlesztésre, a gazdáknak a uniós viszonyoknak a megfelelő különböző támogatási rendszerek, ami kiemelten a földalapú támogatáson túl az AKG, az ökológiai gazdálkodás támogatása, a különböző természetvédelmi jellegű támogatások információi, főleg itt Jász-Nagykun-Szolnok megyében sok ilyen terület van, ami természetvédelmi terület, és az ottani gazdálkodás, a gazdálkodás ösztönzésére vonatkozó szabályozásokat ismertetjük. Így a kötődésünk a gazdákhoz szinte mondható, hogy napról napra változik, javul, fejlődik, és az elvárások is ennek megfelelően alakulnak. A gazdák szempontjából nagyon fontos az, hogy legyen meg a idősebb gazda, közepes korú gazda, fiatal gazda. Tehát a családi gazdálkodásban a család minden tagja részese tudjon lenni, orientálni tudjuk a oktatás vonatkozásába, arra vonatkozóan, hogy a gyermek már általános iskolába, középiskolába, főiskolán, egyetemen úgy tanuljon, hogy készül arra, amit majd vállalni fog. A gazdaság átadás egy nagyon fontos tényező. Karcagon szavazott Huba Imre, a megyei közgyűlés elnöke, dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő is. A magyar élelmiszergazdaság a gazdatársadalom érdekérvényesítő képességének a erősítése, az, hogy meg tudunk szerveződni, és akár az Európai Unió irányába, akár különböző lobby érdekekkel szemben is kellő erővel tudunk felvonulni. Ez a legfontosabb tét, egyúttal erősíti azt az összetartozást is, amit a élelmiszertermelőknek fontos, hogy megtartsanak. Bízom abban, hogy a kamarai szakmai programok, a képzések, a különböző információk eljutatása a jövőben még magasabb szinten fog majd történni, mint eddig. Szavazataik leadása után Huba Imre Csaba több helyi gazdával közösen tájékoztatta a politikusokat a gazdaszékházban a karcagi határban zajló tavaszi munkákról, a vetéshelyzetről, az állattenyésztési ágazat jelenéről, a várható betakarításról, a termés átlagokról, valamint az agráriumot érintő megyei és kunsági problémákról, a pályázati eredményekről és a gondokról is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagsága az összes lehetőség szerinti pályázattal és pályázati lehetőséggel élni szeretne. Már csak be kell lépni azon a kapun, ami ahhoz vezet, hogy valóban sikeres legyen a vidék, és valóban sikeres legyen ez az ágazat. De ahogy említettem, ehhez a nemzeti érdekeket az Európai Unióban úgy kell képviselni, olyan szinten kell képviselni, ami mind az agrárgazdaság, mind a fogyasztók érdekeit figyelembe tudja venni. És ebben a tekintetben Magyarország nem maradhat ki abból az Európai Uniós folyamatból, ami a technológiai korszerűsítést, akár nemzedékváltást, a fajtaváltást támogatja, ezért a támogatási súlypontokat úgy kell meghatározni, ami a nemzeti érdeknek is megfelel. És az, amit a lehetőségekről hallottunk ma elnök úrtól és a képviselőink
tisztában vannak vele, és most még mélyebb betekintést nyerhettek az idei év sajátosságaiba. Én azt gondolom, hogy közelebb fogja vinni őket ahhoz a jogalkotói munkához, ahhoz a lehetőséghez, hogy olyan véleményt fogalmazzanak meg a kormányzati munka során, ami releváns és komoly átütő eredményeket tud elérni, és mind a globális energia, mind a globális élelmiszer, és mind a globális támogatás piacon ki tudja küzdeni, meg tudja szerezni Magyarország agráriumának azt a tekintét és azt a lehetőséget, ami ahhoz kell, hogy a meglévő adottságainkkal jobban tudjunk gazdálkodni. Komoly kihívás elé állít bennünket a klímaváltozás. A klímaváltozás hatására át kell gondolni, hogy hogyan lehet eredményesen végezni ezt a munkát, és ebben a tekintetben a karcagi gazdák már az elmúlt közel 170 évben mindent megtettek annak érdekében, hogy a Tisza szabályozása után megváltozott környezettel valahogyan együtt tudjanak élni. Becsatornázták a nagykunságot, mind öntözés, mind pedig belvízelvezetés szempontjából kialakultak azok az elsődleges, másodlagos és harmadlagos művek, amiknek a rendezésével, karbantartásával és fenntartásával, akár új öntözési közösséget létesítésével a megyében, és ezen belül különösen a nagykunságban, akár vissza lehet tornázni azt a öntözött felületet, ami korábban volt. Erre igény is van, hiszen az öntözéssel olyan magas hozzáadott értékű kultúrákat, mint a kertészeti kultúra, kertészeti alapanyagok megtermelése, ezek komoly többletjövedelmet tudnak biztosítani a gazdálkodóknak, és a klasszikus forgó, amiben a búza, a kukorica, napraforgó és esetleg a repce szerepelt, ezt mindenféleképpen föl kell egy kicsit dúsítani olyan gyökérzöldségekkel, amik a talaj szerkezetének is kedveznek, öntözéssel, ami a talaj életet aktivizálja, a szerves anyagok visszapótlása, ami akár zöldtrágya lehet, akár zöldtrágya növények, akár pedig szerves trágya felhasználása. Ez az állattenyésztést, főleg a kérődző ágazatot meg kell tudni védeni, ahhoz pedig a húst is, és a tejet és egyéb más termékeket, tejtermékeket el kell tudni helyezni a piacon. És csak akkor tud ez a folyamat sikeres lenni, hogyha a gazdák lehetőleg a szántóföldtől egészen az asztalig tudják képviselni az érdekeiket. Erre szolgál a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A mostani választás tétje a tisztújítás, az, hogy folytassák azok a vezetők a munkát, akik már eddig is bizonyítottak, és ott, ahol adott esetben új feladatok vagy új kihívások elé állunk, ott akár az új arcok, az új megméretetésre vállalkozó fiataloknak a megjelenése is várható. Karcagváros önkormányzata 2022. június 1 és 2022. október 31 között ebösszeírást végez. Az összeírás önbevallásos. Az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal kerül sor. Az ebb tulajdonosa vagy az ebb tartója az ebb összeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsájtani. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után az állatvédelmi bírságról szóló rendelet alapján, amely ebbenként 30 ezer forintig is terjedhet. Az ebb összeíró adatlap további példánya letölthető, nyomtatással, fénymásolással sokszorosítható. Az ebb összeíró adatlapot ebbenként kell kitölteni és eljutatni a hivatal részére levélben, postai úton, vagy személyesen a hivatalban elhelyezett gyűjtőládába történő elhelyezéssel, vagy e-mailben az mghajny@kukac.ph.karcag.hu címre, az ebb nyilvántartás tárgy megjelölésével. Az ebb összeíró adatlapok leadásának határideje 2022. október 31-e. Tájékoztatjuk továbbá az ebb tartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet szerint a 4 hónaposnál idősebb ebb csak csippel megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a csippel még esetlegesen meg nem jelölt ebeket a szolgáltató állatorvosnál haladéktalanul megjelöltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az ebb összeírást követően az ebb összeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ez követően kerül az ebb a felügyelete alá, az be kell jelenteni a hivatal részére a változást követő 15 napon belül. Ebb összeíró adatlapot a www.karcag.hu oldalról tölthetik le. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!